Mányoki Attila 1973. szeptember 3-án született Zalaegerszegen. 7 éves kora óta aktívan úszik, 1980-tól a helyi úszóklub tagja. Bár különféle úszásnemekben kipróbálta magát, a nyílt vízi úszás lett a szenvedélye. 1991-től már nemzetközi versenyeken bizonyítja tudását, több világkupa versenyen is szerepelt kiváló eredménnyel. 2004-től görög edzője felkészítésével hosszú távúszásban meghirdetett embert próbáló megmérettetéseken vesz részt kiemelkedő sikerrel. 2008-ban megállás nélkül átúszta hosszában a Balatont, Balatonkenese és Keszthely között. A 79,6 kilométeres távot 25 óra 32 perc alatt teljesítette. 2011-ben az első magyarként, a világon pedig 9-ként szelte át a Balti-tenger Németország és Dánia közötti szakaszát, minden idők harmadik legjobb idejét tudva magáénak. 2013-ban magyar rekordot írt a La Manche csatorna átúszásával, ugyanitt 2013-ban az év leggyorsabb férfi úszója címet is elnyerte. Hivatalosan is nekivágott az Ocean 7 kihívásnak, mellyel a világ legnehezebb csatornáinak átúszását tűzte ki célul. Ezek között meghódította a japán Tsugaru csatornát, majd a Molokai csatornán világrekordot döntött. Ezt a kaliforniai Catalina csatorna követte, majd teljesítette az új-zélandi kukszoros kihívásait és a gibraltári szorost is sikerrel maga mögött tudta. 2019-ben élete kockáztatásával, az embert próbáló nehézségeket leküzdve az északi csatornát is átúszta, melyet az Ocean 7, az Északi pokol című dokumentumfilm meg is örökített. A 7 állomásos, 7 tenger, 7 kontinens nyílt vízi hosszú távú úszáspróbát a világon eddig 18 ember teljesítette, köztük Mányoki Attila egyetlen magyarként egyben a leggyorsabb összetett idővel. 2016-ban a hosszú távúszás hírességeit elismerő szervezet Mányoki Attilát avatta a Nemzetközi Hírességek Csarnokának legújabb tagjává, továbbá eddigi pályafutását a tiszteletbeli úszó kitüntetéssel ismerte el. A zalaegerszegi sportember sikereit, példaértékű pályafutását, kitartását és emberi értékeit számos díj és elismerés dicséri. 2004-ben a görög Koroni város díszpolgára lett. 2008-ban Zalaegerszegért díjat vehetett át, 2017-ben a Magyar Arany érdemkereszttel, 2020-ban pedig Ex Libris díjjal tüntették ki. Mányoki Attila a sport területén elért érdemei, hosszú időn át kifejtett hazai és nemzetközi szinten is elismert kimagasló munkássága elismeréséül, mellyel Zalaegerszeg hírnevét öregbítette, most Zalaegerszeg város díszpolgára címben részesül.